Na jó reggel, sziasztok! Jó reggel, sziasztok! Péntek reggel, kb. 8 óra van. Úgyhogy ennek is összefoglaló az, hogy mi történt az elmúlt néhány napban. Na. Hát hétfőn kezdtük el a tetőt bontani. Akkor le is jött a cserép, illetve a létezet. Még aznap. Igen, füstölés után. Füstölés után, igen. Az kemény volt, hajnal 3-tól délután 5-ig. Hogy nem is tudom, hánykor végeztünk. Hát ja, ott körül. Na, aztán... Az van, le van minden bontva, úgyhogy Ati kezdi most a szintezést, én még kenegetem még a kötőgerendákat, mert ami a folyosóról lejött, Ati azt meggyalulta, lemarta, előkészítette, én még lefestem, és akkor a mai nap ezek már mennek is vissza, és szintezés után megkezdődik a... Igen, szelemen, szarufázat. Az építkezés. Úgyhogy már hétvégén akkor elvileg hozzá tudom fogni teljesen az építkezésnek a főfázisaihoz. Szombaton az még kétséges, tehát holnap, hogy most mi lesz, mert esőt mond, de hát ha nem lesz délelőtt, mert hajnalra mondja, addig meg eső ki magát, aztán jó van. Igen, igen. Hát voltak is esőt, igazából nem olyan volt port, gáz. 4 milli volt, éppen a port felvert a tetejéről, de semmi extra nem volt. Úgyhogy itt a keddi napon még lett bontva a szarufázat, illetve a nagy részt a gerendáknak, aztán pedig szerdán még itt az olaj festett, meg hasonlóké, meg a lejövő gerendákat martam, illetve gyalultam. Szinte minden le van festve. Úgyhogy most már telep csak éppen, hogy le kell bontani még a márék hosszú régi gerendákat, illetve a falsíkot rendbe hozni, hogy akkor mehessen rá majd az új kötőgerenda, kiszintezve. 36 darab, ugye, gerenda? Hát nem, 32. Mert, 32? Igen, mert 16 darab megy. Szarufa 36. Akkor annyi gerenda, kétszer lefestve, akkor lefestve még 50 darab hajópadló két sorral. És akkor ebből már mehet is azért, itt van körülöttünk egy nagy csomó. A terasznak az anyaga is minden le van festve, már csak össze kell állítani. Úgyhogy halad ez csak, ugye kevesen vagyunk. Papa ott is az öreg is. Nagyon lelkes, úgyhogy... Tolja, mint állat. Szettelenít. De ugye most teli van az udvar mindennel is. Helyet kell csinálni. Ha ezt most lekentem, akkor fogok még hozzá a szarufáknak a végeit lekenem, a díszszarufa végét. Hogy aztán tudják azt is majd beépíteni a srácok. Na, szerintem még fussál, azt mutasd meg. Igen, azt akartam, hogy pont egy gyors kört még menek, hogy akkor mi van most készen. Zoli most itt ül a kész kötőgerendákon. Hát itt még ennyi van. Azt mondja, 3, 6, 7, 8, 9 darabot kell még átkenni. Hát ez még egy pár orosszát eltart. Hát igen, látok, hogy egy kicsikét már itt szúvas volt az alja, de... Hát semmi. Azt, hogy tudtam, lecsiszoltam meg ilyesmi. Ez csak felületi, tehát ez nem jelenleg autentikus lesz. Tehát semmi szépségre egy picit nem olyan szép, de a mai fonyagárak mellett szerintem ez teljesen vállalható. Tehát az olyan árak vannak, hogy az valami elképesztő gyereket. Tehát aki építkezik, felújít, az tudja, hogy brutál pénzeket elkérnek mindenért. Elképesztő. Úgyhogy örüljünk, ugye ezt is meg tudtuk menteni, le van gyalulva, ez még egy 50 évet biztos, hogy kibír. Úgyhogy ez hát meg főleg, hogy bent van, úgyhogy... Itt látszik, hogy a rövidebb big rendek azok a nappali felett lesznek. Ezek a bontottak. Azok a bontottak, a hosszabbak pedig, amiket vettem, azok meg pedig majd a hosszú oldalra mennek, a konyha, hálószoba, illetve a kis szoba fölé, mert az a szakasz az már 5,5 méter körül van, a kicsi pedig csak 4 egész körül, úgyhogy ez így lesz megoldva. Akkor gyors kört megyünk itt, hogy áll most az épület. Ugye itt vannak a bontott szarufák, pallók, ezek is még szinte mind jó anyag, ezek mennek is vissza majd, amit tudunk, azt visszahasználunk, főleg a szarufákat. Itt vannak a régi gömbszarufák, ezekből is szinte még nagyja az egész jó alapotú, jó, nyilván van benne pár, ami már rohadt meg, szúvas az nyilván az már nem beépíthető, de többi az még használható. Úgyhogy menjünk fel.
tiszta az égbolt. Menjünk fel a födémre. Úgyhogy teljesen lepucolva a falazat. És tegnap délután hozzá is fogtam már itt az első kötőgerendákat felrakni a szintezéshez. Itt a régi mestergerenda, ebből kb. Lesz vágva egy ilyen méteres darab, amit a végén nem van rovadva, a többi pedig vissza fog menni majd a szoba, illetve a konyha fölé, megerősítve, és akkor erre fog menni majd a székállásnak az egyik oldala. Úgyhogy most így néz ki a födém, és akkor most fogok hozzá felpakolni a többi kötőgerendát, és akkor jöhet a szintezés. Mert nagyjából körülbelül itt a külső oldal, illetve a középső sárgerenda között olyan, hát 3-4 cm-es magasság különbség van. Azt ki kell hoznom, és akkor utána pedig mehetnek fel sorba szépen a gerendák, illetve a szelemenek is. Sziasztok! Tetőépítés 10. nap. Sziasztok, szervusztok! Úgyhogy azért már elég elaladtunk az elmúlt néhány napban, mióta volt videó felvéve, ugye azonban nincs időnk videózni. Ja. Mert annyi mindenféle dolgot kell csinálni egyszerre, hogy egyszerűen nincs idő még ott állványt mozgatni, meg beszélni mindenről, meg magyarázni, úgyhogy az most ilyen sajnos. Igen, tehát úgy terveztük, hogy kicsit azért hamarabb a tető készen lesz, de hát hiába. Ugye kevesen vagyunk, Micsiék ezt csinálják, én tudok, akkor lefestek, előkészítek, közben csinálom a másik kertet, meg mindent, amit kell sorba, készítem elő a szülőnek a helyet, mit tudom én, ugye sok helyen kell mozogni, hogy minden rendben legyen időre, meg a családnak a dolgait intézni, tehát ott azért ez nem annyira egyszerű játék, na mindegy, az anyag, hogy ahhoz képest is még elég jó haladunk. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy akkor hát, ugye a födém teljesen le volt pucolva. Na, le volt pucolva a födém, hogy azóta mi történt. Azóta az történt, hogy készítettük. Igen. Szinte. Tehát a födémgerendák helyére kerültek, ki lett szintezve az egész. A szarufák, a székállások, tarészelemen minden megvan. Tarészelemen, kötőpalló, terasz is ma elkészült, úgyhogy holnap már fóliázás van, nem? Hát holnap még a másik oldalon ugye felesztéve az öt sor hajópadló. Igen. Itt felesztéve szerintem majd, hogy nem az egész hajópadló. Holnapi nap folyamán, aztán meg ebből már fogunk is hozzá fóliázni le a tetőt,
meg a teraszt is, hát meg amit sorba végig az egészet. Na holnap akkor elkezditek, nem? Hát csak még ugye még felkerül még előtte még a lemez, a csepentő lemez. Ja, hát ez kicsit azért hátráltat. Jó van, oké, értem. Na, úgyhogy az a lényeg, hogy jól fog kinézni. Hát már brutálul néz ki egyébként. Aki eljön itt erre az utcába, mindenki, ah, oh, meg srácok, ez milyen jó, meg izé, sose volt ilyen szép ez a tanya, meg mit tudom én. Nem, nem van tényleg, mindenki dicséri azt, hogy, hogy mit alkottunk itt ennek a helyén, ami volt. Akkor add elő kérlek, hogy mit csináltatok. Hát igen, majd, igazából ez már nem volt olyan túl sok idő, mert ugye már alapból le volt szabva minden anyag, le volt festve előre, le volt marva, le volt gyalulva minden, szóval itt már csak éppen össze kellett pakolni az elemeket. Úgyhogy itt gyorsan elkészült a terasznak a váza, szarufáig. Szóval akkor így néz ki most a terasz. A díszszarufák ugye itt is jelen vannak. Gyorsan átmegyek alatta, hogy lássatok, hogy miért van szó. Hát akkor menjünk is fel akkor a födémre. Ott elég komoly dolgok folytak a elmúlt néhány napban. Cipiri. Ott is mire kiosztunk mindent síkba, meg hasonlók, az is egy élmény volt. Hány centi? 12 centi van a két oldalban? Majd azt felmutatom, igen. Ugye a vályog és a tégla rész között mennyi szinteltérés volt. Itt is látszik elég jól, hogy itt a téglépítés alatt egy 7 cm-es szarufa alátámasztás van, és ahogy jövünk itt balra, a vályog tégla, vagy a vályog épületnek a legsarkán pedig már 14 cm kellett alárakni, de majd ez fent jobban fog látszani. Menjünk be a nappaliba. Azt a mindenit. Itt már be vannak a látszó gerendák, illetve a szikrásnak a papucsfája alatt már alapból fel lett téve az első sor hajópadló, hogy ezt igazából azért lett felrakva így, hogy már egyből alá tettük, mert ugye utána már nem fog aláférni, és akkor csak a papucsfa látszódott volna, nem pedig a látszódó hajópadló rész. Úgyhogy ezt így adottuk meg. Ugye már itt is látszik, hogy itt is beraktuk a papucsfa alá a hajópadlót. És akkor itt a födém. Két székállás, dupla kötőpallók mindenhol, és miatt bárki mondaná, hogy miért a kötőpallók azok miért a székállás fölött helyezkednek el, miért nem pedig alatta, az azért van így, mert hogy a belteret növeljük magasságügyileg, mert későbbileg, mert itt még majd vannak tervek, hogy itt majd fent lesznek szobák vagy valamik, és hogy a belteret növeljük ezzel is. Itt még ugye nincsen berakva az összes fogópa, vagy a karpánt. Betettük a két végére, illetve középre kapott még egy dupla karpántot. Ugye itt is, de ez majd később majd lesz pótolva még. Ja, igen, a szintkülönbségre jut eszembe. Itt is jól látszik, hogy a középső fal pedig magasabban volt, mint a tégla, illetve a külső falazat. Ahogy mondtuk, itt 14 centi van alárakva. Itt pedig már a falba kellett fésnünk, hogy kihozzuk vízszintbe az egészet. És akkor itt látható a régi mestergerendának az újrahasználása is. Ja, ugyebár ez a mestergerenda, ez a másik oldalon helyezkedett el. Azt ide áthúztuk, levágtuk a konyhafal szintjénél, és fűrésszel bevágtuk, hogy beférjen mellé a másik papucsfa, és neki csavartuk. Úgyhogy ez sem ment kárba. Itt a régi mestergerenda beépítve. Tökéletes. Továbbá láthatóak a teraszból kibontott székás oszlopok is. Ott is látható az is, ez is. Ez is. Már még a többi. Hát szinte majdnem vagy a fele. Az is. Igen, az a három is abból készült. Szinte az majdnem egy... az összes. Mennyi? Kettő, három, négy. Négy darab, ami új anyagból van. Igen. A többi az mind a... Igazából annyi volt, hogy le kell fárni az anyából egy, mit tudom, egy hú centit, ami el volt kicsit rohadva,
valamint ezek a szarufák is mind erre jöttek le és mentek is vissza. Úgyhogy most itt tartunk, még felkerültek még a talépfogók is, aztán holnap már szerintem akkor hozzá is fogunk majd, hogy nem fóliázni, hogyha nem is akkor holnap után mindenképpen, aztán pedig hétvégére már léc felkerül majd, hogy nem az egészre, aztán pedig majd cserepelünk jövő hét elején. Úgyhogy lesz véget ér a tetőprojekt is. Hát nagy filmet senki ne várjon, mert ahogy mondtuk, nem sok időnk van videózgatni, meg beszélgetni. Aztán még akkor jelentkezünk majd szerintem hétvége felé egy videóval, aztán akkor után meg majd a legvégén még egy összegzést csinálunk. Mint ha nem a régi volna. Na jó van. Jó van, sziasztok, menjünk pihenni, most már elég volt már ennyi.